Ezért nem szabad fiatalon visszavonulni, avagy Amanda Bynes brutális leépülése. Amanda Bynes 2010-ben mindössze 24 évesen vonult vissza a színészettől. Mivel ekkor 6 millió dolláros vagyonnal rendelkezett, anyagi gondjai nem voltak. Azonban nem felhőtlenül és jólétben töltötte a visszavonulása utáni éveket. Függőség, letartóztatások és a trágár beszólásai miatti negatív sajtóvízhang megpecsételte az életét. Bynes esete tökéletesen bizonyítja, hogy a korai visszavonulás milyen negatív következményekkel járhat. De mégis hogyan jutott el idáig, vagyis a lejtő legvégére? Erről szól a mai videó. Amanda megítélése egyértelműen pozitív volt a 2000-es évek elején. Egy szép és közkedvelt színésznő volt, akit ráadásul tipikus rendes kislányként tartottak számon, hiszen több interjúban is azt állította, hogy sosem iszik alkoholt, pláne nem próbált ki soha semmilyen kábítószert. Emellett bulizni sem nagyon járt, legalábbis a saját elmondása szerint. Azonban idővel kibújt a szög a zsákból, és kiderült, hogy ennek épp az ellenkezőjét csinálja. 16 éves koromban kezdtem el füvezni, ami azért vicces, mert mindenki meg volt róla győződve, hogy jó kislány vagyok. De nem fügtem rá, és valóban nem jártam bulizni sem ekkoriban. Árult el évekkel később Amanda. A vele készült interjúkból az is kiderült, hogy az utolsó filmje, vagyis az Emma Stone főszereplésével készült Könnyű nőcske forgatásán egyáltalán nem volt megelégedve a külsejével. Szó szerint ki nem állhattam a kinézetemet abban a filmben, és az alakításom se tetszett. Teljesen meg voltam róla győződve, hogy fel kell hagynom a színészkedéssel, miután láttam a filmet. Vallotta be Amanda. Hozzátette azt is, hogy az ő szavaival élve be volt állva, mint a gerej, amikor megnézte a Könnyű nőcskét, de valamiért épp ennek köszönhető az az új nézőpont, ami arra sarkalta, hogy visszavonuljon 24 évesen. Ezt pedig meg is tette, és azzal magyarázta visszavonulását, hogy egyszerűen nem élvezi már a színészetet. Ezzel együtt pedig a drogfüggősége is egyre súlyosbodott. Egyszerűen nem volt életcélom. Egész 24 éves koromig azon dolgoztam, hogy ide jussak, és aztán egyszer csak nem csináltam semmit. Rengeteg időm lett hirtelen, és lényegében egész nap beállva ültem otthon. Nyilatkozta a visszavonulása kapcsán Amanda. Az sem segített a folyamatosan romló mentális állapotán, hogy olyan társaságba került, akik hevesen bulisztak és drogoztak is minden éjjel. Ez a féktelen életmód pedig rövidesen oda vezetett, hogy Amandának a törvénnyel is meggyűlt a baja. Két embert is elütött autóval, majd segítség nélkül továbbhajtott, és ittas vezetésért elvették a jogosítványát is. Ekkoriban a rossz májok már a következő Lindsay Lohanként kezdték emlegetni, ami elég pontos hasonlat. Lohan ugyanis Amandához hasonlóan fiatalon visszavonult, miután gyereksztárként óriási sikereket ért el. A szituáció kínosság faktorát csak tovább növelte, hogy Amanda nem a bíróságon kívánta megoldani a rendőrségi ügyeit, hanem írt egy nyilvános tweetet az akkori elnöknek, Barack Obamának, amiben arról próbálta meggyőzni őt, hogy jó kislány és nem vezet ittasan. Amanda folytatta a fék nélküli bulizást, és közben egyre rosszabbá vált a megítélése a sajtóban, amint csak tovább rontott az is, hogy Amanda az egyértelmű bizonyítékok ellenére továbbra is tagadta az ittas vezetést. A nyilvánosság előtt lényegében mindent tagadott. A helyzetet csak tovább rontotta azzal, hogy paparazzi fotósokat támadott meg, és egy idő után már szinte sportot űzött abból, hogy más sikeres hírességeknek szól be minősítetetlen stílusban. Többek között beszólt Rihannának, akit egyszerűen csúnyának nevezett. És Miley Cyrus sem kímélte, már ami a külső megjelenését illeti. Az énekesnő egyébként nem vágott vissza Amandának, helyette inkább szomorúnak látta az egykori színésznő lezüllését. Hozzátette azt is, hogy egész addig szurkolt a fiatalon visszavonult színésznőnek, amíg azt kritizálni nem kezdte a külsejét. Hogy is szokták ezt mondani? Miley Cyrus úriemberként kezelte a sértegetéseket, hogyha lehet ilyet mondani egy nőre, hogy úriember. Érdekes. No, de lényeg az, hogy kevesen tudják ennyire kulturáltan kezelni azt, hogyha valaki ennyire durván beszól nekik, ráadásul pont a kinézetükre. És tegyük hozzá azt is, hogy ebben az időben pont Amanda kezdett egyre rosszabbul kinézni. Folyamatosan romlott az állapota és a megjelenése is. Tehát mondhatjuk, hogy a saját maga iránti fokozódó gyűlöletet vetítette ki más, sikeres előadókra. A botrányok pedig csak tovább fokozódtak. Amandát egy New York-i edzőteremből is kitiltották, mert egyszer halászhálóban ment edzeni. Fogalmam sincs, miért mondják azt rólam az emberek, hogy megőrültem. Ilyet eddig mindig csúnya emberek szájából hallottam, az ő véleményük meg nem számít.
mondta Amanda a botrányok kapcsán. Emellett pedig a 6 millió dolláros vagyona is rohamosan fogyni kezdett. Szinte 3 naponta szórt el 100 ezer dollárt, ami átszámítva forintba több mint 36 milliónak felel meg. Szerintem megegyezhetünk abban, hogy itthon sokan egész életükben nem látnak egy helyen egyszerre annyi pénzt, mint amennyit Amanda elszórt néhány hét leforgása alatt. A helyzet olyan súlyossá vált, hogy nem volt más hátra, mint elvonóra menni, ami egy időre megoldotta a problémát, de Amanda függősége hamar visszatért. Ezt onnan tudták a követői, hogy elképesztő dolgokat kezdett állítani. Többek között azt, hogy a szülei csipet ültettek a testébe, hogy követhessék, illetve hogy eljegyezte őt egy 19 éves fiú. Ezt követően Amanda élete abból állt, hogy egyik rehabról ment a másikra, és próbált józan maradni, több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel. Tavaly olyan hírek kezdtek terjedni róla, hogy mesztelenül rohangált New York utcáin, és sajnos a róla készült legfrissebb fényképek szerint sincs túl jó bőrben. Felmerült tehát a kérdés, hogy mennyire érdemes fiatalon visszavonulni. Nemrég Azaria is bejelentette, hogy eltűnik egy időre, és szerintem a legtöbbek nevében mondhatom, hogy nagyon reméljük, hogy nem véglegesen, hanem csak tényleg egy rövid időszakra. Mert persze vannak olyan hangok is, hogy igen, a csúcson kell abbahagyni, de azért jó lenne még néhány új számot hallani tőle. Bár tegyük fel, hogyha tényleg azt mondaná, hogy oké, srácok, mindent elértem, amit Magyarországon el lehet, és szeretném a csúcson abbahagyni, már van elég pénzem, több, mint amennyit el tudok költeni, szerintem ebben a döntésben sem lenne semmi elítélendő az égvilágon. Ha másban találja meg a szenvedélyt, mint a zene, akkor fontos, hogy abban is ki tudjon teljesedni. De egyébként a zenével is lehet tovább foglalkozni, csak nem feltétlenül ilyen sorozatgyártott albumok formájában, hanem mondjuk, hogyha őt az utcazenélés teszi boldoggá, vagy a random jammelés, akár a világ másik felén, akkor hát azt kell, hogy csinálja. Ilyen egyszerű az egész. Amandának sajnos nem sikerült a színészeten kívül megtalálnia önmagát, és a visszavonulása után egy drogfüggősége miatt lecsúszott a lejtőn. Az ő története tanulságként szolgálhat minden sikeres előadónak. Én ezekkel a gondolatokkal zárnám a videót. Köszönöm szépen, hogyha végignézted, hamarosan pedig újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam, hisz tudjátok jól. Sziasztok! Nem az a srác a gót, hidd el, ha meg nem hiszed, akkor szívod fel. Videókat baszod a YouTube-ra, meg a TikTok-ra, de sosem áll a haver a sorba. Ja, 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 nem az a srác a gót.